Ez a történet a könyvtárban kezdődik. Anna iskola után általában könyvtárba ment. Monzen néni, aki itt dolgozott, szintén nagyon szerette a könyveket. Monzen néni már majdnem 50 éves volt. Ennek ellenére Monzen néni és Anna igencsak összebarátkoztak. Mindketten erősen rövid látók voltak. Amikor Anna olvasáskor levette a szemüvegét, olyan közel kellett hajolnia a könyvekhez, hogy az orrával megérintette a lapokat. Amikor senki más nem volt a könyvtárban, Anna és Monzen néni versenyeztek, hogy kilapoz gyorsabban. Eleinte Monzen néni nyert, nem sok időbe telt azonban, míg Anna lett a gyorsabb. Ez annak köszönhető, hogy neked sokkal hosszabb az orrod, mint az enyém, mondta Monzen néni, és úgy tett, mintha megharagudott volna, de persze csak játékból. Monzen néni ugyanis szinte mindig kedves volt. Egyik nap azonban, amikor Anna bement a könyvtárba, Monzen néni szomorúan üldögélt a székén. Miért szomorkodsz, Monzen néni? Kérdezte Anna. A könyvek miatt, felelte Monzen néni. A sok könyv miatt, amit senki nem akar kikölcsönözni. Vannak olyan könyvek, amiket senki nem akar kikölcsönözni? Kérdezte Anna. Vannak bizony. Elég sok ilyen könyv van. És ezeket miért nem veszik ki? Mert nem tudják, mit hagynak ki, felelte Monzen néni halkan.